Elsőfokú riasztást adtak ki az ivatarok miatt Bács-Kiskun vármegyére. Az eső mellett felerősödhet a szél, és jégeső is előfordulhat. Az időjárás az elmúlt hetekben teljesen kiszámíthatatlan volt. A száraz kánikula után egyik pillanatról a másikra csapott le a jégeső szélvihar. Azt kell elmondanom, hogy azért a június, illetve a május közepétől a június közepéig végéig terjedő időszak, az egy másodlagos csapadék maximumként jelenik meg itt a Kárpát-medence és szűkebb hazánk Kecskemétnek az időjárásában is, vagy éghajlatában is. Éppen ezért azt kell mondanunk, hogy az, ami most történik, ez a csapadékosabb május vége, június eleje, ez egy teljesen normális jelenség. Ország Ferenc meteorológus azt mondja, bár az előző években szárazabb volt a június, már a medál napi népi hiedelem is azt mutatja, a nyár eleje egy csapadékosabb időszak volt a régmúltban is. Szombati nap volt a 8-a, ekkor ugye nem esett eső, viszont vasárnap hajnalra megérkezett egy viszonylag markánsabb hidegfront egy záporos, zivataros csapadékkal. Tehát azt mondhatjuk, és azért láttuk itt az elmúlt hetekben is, hogy azért megvolt ez a csapadékosabb időjárás ebben az időszakban, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy beindult az a típusú nyárelei csapadék, az a nyárelei csapadékosabb időjárás, csapadékosabb klíma, ami a medárdi csapadékot is hozza, vagy ami a medárdi csapadékokhoz köthető. A következő időszakban tehát marad a változékony időjárás. Az egész országban riasztást adtak ki a heves esőzések miatt. Két nappal ezelőtt Szombathelyen még tornádó is tombolt, ami a szakember szerint akár Kecskemét környékén is előfordulhat. A hét második felére enyhülést ígérnek, jövő héttől már tartósan 30 fok körül lesz a hőmérséklet, ám visszatérhet a csapadékos időjárás. Az igazi száraz nyár júliustól várható majd.